Kedves nézőnk, egy kis szünet után újból párbeszédet folytatunk, ami ugye azt jelenti, hogy Platt Ivánt köszöntöm, nyugalmazott címzetes államtitkár, szervusz Iván, üdvözöllek. Köszönöm szépen, és viszont. Vannak politikai szereplők Magyarországon, akik azt mondják, hogy az egyházak tartsák el magukat, az egyházakat tartsák el a hívek, és pont. Erre érkeznek válaszok, általában fölháborodott válaszok, de valahol azért mégiscsak azt kell gondolni, hogy nem biztos, hogy pontosan fogalmaznak a politikusok, de akár megvalósítható, hogy az egyház saját magát tartsa el. Megvalósítható? Kérdezem azért, mert ugye most például Kokáért itt lesz Savuot, itt lesz Pünköst, ez egy fontos egyházi ünnep mind a két felekezetnél. Lehetne arról beszélni, hogy akkor hogyan tartsák el magukat az egyházak? Nagyon érdekes, amit mondasz. Én figyeltem a miniszterelnöknek a május 16-ai parlamenti beszédét, amelyben tulajdonképpen két mondat, három mondat van, ami az úgynevezett történelmi egyházakat is érintő. Nem, idézem pontosan, hogy ne az legyen, hogy ugye én a saját magam próbálom át. Azt mondja, különösen is számítok a történelmi egyházak híveinek közösségeire, akiknek létezése már önmagában is nagy érték Magyarország számára. Biztosítani fogjuk, és itt van az érdekesség, az evangélium hirdetéséhez szükséges feltételeket, a szabadságot és az egyházak tiszteletét. Ez miért érdekes, mert ha ezt lefordítod, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az evangélium most, tehát a hitélet tevékenységét az állam akarja finanszírozni. Kérdés az, hogy hogyan akarja, és milyen formában. Mert hogy lehet olyan formában is, ami egyfajta függetlenedés jelent. Így van. Tudjuk, a szabadság ezt az a függésé. A szabadság az azt jelenti, hogy függetlenséget biztosítok. Na most miért érdekes ez? Ha valaki megnézi, hogy az első, majd második úgynevezett Fidesz kormány az időszakában azért ez a kérdés fölmerült ám elég rendesen számukra is, mint egy fontos dologként, hogy hogyan kell ezt rendezni. 2009, tehát a második Orbán kormány előtt az Emberjogi Bizottság elnöke Balogh Zoltán volt. És ez megint csak ne én mondjam, hanem az ő interjújából 2009. december és januári stációban nyilatkozik egy újságírónak Horgony a politikus létben, abban a következőt mondja ezzel kapcsolatosan. Megemlíteném ugyanakkor, finoman szólva is ambivalens a 91-es kárpótlási törvényt, amely nem teszi lehetővé az egyházaknak az önálló gazdálkodást. Az erre alkalmas és a kommunisták által elvett javakat ugyanis nem kapták vissza, így viszont kiszolgáltatottak a mindenkori kormánynak, nem lehetnek igazából függetlenek. A leendő polgári kabinetnek mindenképp nyitottnak kell lennie ennek a kérdésnek a megnyugtató tisztázására, ám csak oly módon, ha az érintett egyházak javaslatot látnak hozzá a munkához. Akkor azt nézzük meg. Ez 2000... Világos. Most 12 év volt, ez nem történik. Annak ellenére, hogy ez 2010-ben szintén van egy interjú, amiben a cím a kiszolgáltatott egyházak, ez pedig a 2010 április-májusi számban. A következőt mondja szintén Balogh Zoltán. A Fidesz 2006-os elképzeléseiben szerepelt, és nem kizárt, hogy a következő kormányzati foglalkozni majd vele, kommunista diktatúra által államosított egyházi földbirtok kárpótlásának ügye. Ez azokat az ingatlanokat érintel, amelyek kimaradtak a jelenlegi és folyamatban lévő rendezéstől.
Az elképzelés az lenne, hogy ezzel összefüggésben egy olyan egyház finanszírozási alapot hoznánk létre, amely kiváltana több a felekezeteknek alanyi jogon járó, ám évről évre viták tárgyát képező támogatást. Így módon az egyházak függetlenítene tudnának a mindenkor kormány a kényekedvétől. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy elmondja a megoldást. Világos, amit mi régóta az örök beszél. Járadék. Hát igen, de végül is nagyon egyszerű, hogy azért maradt ki, mert nem kárpótlási törvényről volt szó, hanem részleges kártalanításról volt szó, a funkciátás elvéből adódóan, tehát az úgynevezett papi földek és ügyek az a mai napig rendezetlen. Most én úgy veszem ki, hogy a miniszterelnök az evangelizációhoz szükséges feltételeknél ezt a kérdést véglegesen rendezni akarja. Igen. Az a saját elképzeléseik végrehajtása szerint. Most miért érdekes ez? Ha eddig nem rendeztem, akkor lehet, hogy azokat a lépéseket, amit eddig tettem ebbe az irányba, azok nekem adnak egy alapot ennek az ügynek a rendezésével a megállapodásra az érintett egyházakkal. Miről van szó? Arról van szó, hogy az első Orbán kormányban egy olyan javaslat került, és ez, hogy az 5000 alatti települések lelkipásztorainak jövedelem kiegészítéseként adómentes összegeket biztosított az állam. Ezt ma már kiterjesztette mindenkire, nem csak az 5000 alatti. Ez tehát valahol egy komoly összeget jelenthet a költségvetésbe, legalábbis a kormányzatnak ezen szándék, miről beszél a hítélet. De működése. Ezt is meg lehetne spórolni. Na most ez annyi az egész, hogy ezt az összeget, ami most már megvan, akár bármi támogatást címszó alatt, ezeket én egy legálisá teszem a veletek való megállapodás, egyben mondjatok le a valamikori földetekről annak örökös járadék formájában, ami létezik a lemondott házas ingatlanok utánjáról, már gyakorlatilag egy rendszer beindult 20 éve, több mint 20 éve, ahhoz kell hozzátenni azt, amiről itt beszél, és ami az evangelizációhoz szükséges, a lelkipásztorok és a templom működésének a kvázi nem az függőségi viszonyból adódó állami támogatás, hanem a lemondott ingatlanok után járó kötelezettséget. Ennek nem pénzkérdése most már, mert tudja, hogy mennyi ez. Világos. Hanem azt mondom, hogy ebben kötök azokkal megállapodást, akik ez érinti. Ez tulajdonképpen ez az úgynevezett történelmi egyházakat érinti, de természetesen megteheti azt is, mint a csehek csinálják, hogy azok, akiket ő elismer, az állam, ugye 32, igen. De nem érinti őket a 45-be elkobzott vagyonnak a kárpótlása kérdése, azokat meg föltőkésíti, mert azokat is fizeti. Tehát gyakorlatilag legalizálok a ti függetlenségeteket, hiszen azt mondja, hogy szabadságot és tiszteletet ad az egyházaknak. Hát a szabadságnak a lényeg a függetlenség. De azért tisztázzuk, hogy itt a hitéleti működésről beszélünk. Igen. Tehát, hogyha egyes felekezetek, bizonyos templomok, zsinagógák, közösségi terek megújításához kérnek támogatást. Az más. Az egy egészen más történet. Igen. Az független. Én a működésről beszélek. Az épület az a nemzeti vagyon része. És egy nemzetnél az nem az érdekes, hogy ki a fenntartó, hanem nemzeti vagyon ne menjen tönkre. Ebből adódóan az azt jelenti, hogy mindegy, hogy az kitartja fenn, de ezeket nem szabad. Ez az adófizetők pénzéből adódóan természetesen az állam az egyházak számára is biztosít olyan lehetőségeket, de ne, ami fontos ahhoz, hogy az értékek megmaradjanak. Tehát ezek nemzeti vagyon, hát hogyha csak azt mondom, hogy a magasan kvalifikált műemlékek 30%-a egyházi tulajdonban van. Hát az azt jelenti, hogy ez idegenforgalmat, turizmust, azon kívül, hogy hitéletet, kapcsolatrendszert, nemzetközi kapcsolatrendszert, mindent hoz magával. Ebből adódóan egy valóban egy nemzet sorsáért aggódó és gyakorló kormánynak, ez nem kell egy gyakorlás az, hogy egy templomot felújítok, hanem az egy hozzátartozik ahhoz. A feltételek megteremtésében az ő gondolatának az egyik része, a feltételek, igen, de nem a működés feltételek, azt így oldom meg,
pedig a működéshez szükséges épületek megmaradása, érték megmaradása, az természetesen az mindig aktuál kérdés lehet, ehhez kell újra létrehozni az úgynevezett címzett céltervezetes rendszert, ahol az egyházak is tudjanak megfelelőképpen, akár uniós pénzekkel együtt, olyan értékeket újraéleszteni és vonzásává tenni, ami számukra nem csak hitéletgondozása, hanem a település szellemiségének az alapját adó. Ma már a legtöbb helyen, ahol már nincs iskola, nincs önkormányzat, nincs semmi, de parókia ott van és a templom ott van, lehet, hogy az vonzza világos az embereket. Azt mondd meg még nekem, hogy nem kellene az egyházaknak ebbe az ügybe közösen föllépni, hogy igen, mi ezt szeretnénk, így tudjuk biztosítani a függetlenségünket. Nézd, természetesen ez a kérdés többször felmerült. Az egyházak azt mondják, hogy igen, lehet, hogy fellépnénk, de lehet, hogy egyházellenes hangulat lenne, hogy már megint, pedig most, amikor hallani, hogy mennyit kaptok, stb. A 76 évvel ezelőtt elkobzott vagyon, azt nem az egyházak ajánlották föl, hanem a politika vette el. A politikának kell ezt napirendre tűzni. Olyan egyszerű ennek a kérdésnek a megoldása. Ha most én ezt apró pénzre váltam, amit a miniszterelnök mondott, akkor az országgyűlés elé egy mondatot kellene bevinni, hogy az országgyűlés tűzze napirendre az egyházakat ért jogorvosásának véglegesítését, különös tekintettel, és akkor határidőt ad, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozásnak ez a része, ugye, mert ha közfeladat lát el, a szektorsemlegesség. Ha értékmegőrzés, akkor szintén szektorsemlegesség, de aktuál. Mindig attól függ, hogy melyik. De nem az állam mondja meg, hogy melyiket kell felújítani, hanem az egyház mondja meg, hogy miért szükséges annak az épületnek újraéléséhez, a feltételeknek, vagy egyáltalán a kinézésnek a segítése. Tehát gyakorlatilag ezt, ha beviszik, ezt egy év alatt szerintem az érintett egyház. Tehát van egy ciklus, ahol ezt a kérdést véglegesen le lehetne állni. Én nekem az érzésem, hogy ez a 12 év talán azért nem nyúltak hozzá, mert kísérletet csináltak a támogatásokkal kapcsolatosan. Most ezt a támogatást lehet legalizálni. Hogy ne legyen ez támogatás címszó alatt, nem kegygyakorlás, hanem egy automatizmus. Tehát amit a Balogh Zoltán mond, hogy a mindenkori kormánytól független kell biztosítani, ezt kell megvalósítani ezzel. Jó, kíváncsi leszek, hogy meg fog-e ez történni, és hogy mikor fog megtörténni, egyáltalán mikor fog lépni valamit is a kormány. Ahogy az egyházak véleményére is természetesen kíváncsi vagyok. Neked meg köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk legközelebb. Annyit még hadd mondjak, hogy természetesen én megkérdeztem az egyházakat, és ők várnák a politikának a... Sőt, nagyon érdekes, hogy amikor Orbán Viktor a püspökkar vezetőivel találkozott, nem most, hanem az előtte lévő választás, akkor ez a kérdés felmerült, és azt ígérte, hogy választások után visszatérünk. Lehet, hogy most. Reméljük. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.